Most a különböző ciklusfajtákkal fogunk megismerkedni, legelőször is az egymásba ágyazott ciklusokkal. Nézzük az első feladatot ebben a témakörben. Meg kell rajzolni ezt a három-három szöget. Itt le van írva, egyelőre csak angolul látszik a szöveg. Ez a kód, amit kaptunk, ez egy háromszög megrajzolására alkalmas. Ebből következően nekünk azt kell csinálni, hogy ezt háromszor kell megismételni, tehát ugyanezt kell megcsinálni háromszor, de ilyet már csináltunk, hogyha valamit ismételni kell, akkor azt bele kell tenni egy ciklusba. Ez nagyon jó is, de idáig nem csináltunk olyat, hogy egy ciklus belsejébe egy másik ciklust tettünk. Nézzük meg, hogy most mi történik, hogyha ezt háromszor megismételjük. Kész is. Csak az a probléma, hogy ugyanoda rajzolta a három szöget. Megcsinálta háromszor, de ugyanoda rajzolta. Tehát el kell fordulnunk valamennyit minden háromszög megrajzolása után. Hát az elfordulást is próbáltuk már, 120 fokkal kell elfordulni, szerintem jobbra, és akkor meg fogja rajzolni. Most már csak egy kérdés van, hogy hova kell tenni ezt a fordulj parancsot. Ha ide belülre teszem, a belső ciklus belsejébe, akkor azt fogja csinálni, hogy előre megy 100-zal, majd balra fordul 120-at, majd jobbra fordul, tehát visszaáll ugyanoda, és utána fog menni tovább 300-zal, tehát egyszerűen húz egy hosszú egyenes vonalat. Méghozzá 9-szer összesen, mert hogy 3-szor a belsőt, és utána azt is megismétli 3-szor. Tehát biztos, hogy nem ide kell, hanem a háromszög rajzolás után. Tehát ez a ciklus volt a háromszögrajzolás, ez a háromszögrajzolás után az elfordulás, és ezt fogom beletenni a ciklus belsejébe, nézzük most, hogy működik-e. És készen is vagyunk. Mehetünk tovább a következő feladatra, ahol 10 darab háromszöget kell megrajzolnunk, méghozzá egymásba ágyazott ciklusokkal. Nézzük meg, hogy egy ilyen előre elkészített kód mit csinál. Egy darab háromszöget rajzol. Ha egy kicsit ellenőrizzük hogy azt is, hogy ez hogy történik. Először is beállít egy véletlen szint, majd háromszor előre megy és balra fordul 120-at, ez rajzolja meg a háromszöget, mint ahogy azt már az előbb is láttuk. Majd a végén elfordul 36 fokot jobbra. Ez azért fontos, mert összesen 10 háromszöget kellett rajzolnunk. A kör az pont 360 fok. Hogyha azt elosztjuk 10 egyenlő részre, akkor 360 osztva 10-zel az 36. Tehát pont 36 fokot kell elfordulni. Egyszerűen csak annyit kell itt csinálnunk, hogy megismételhetjük 10-szer ezt a szürke blokk halmazt. És készen is vagyunk. A következő feladatnál 6 darab háromszöget kell megrajzolni, nézzük, hogy ez a kód, amit kaptunk, az mit csinál. Természetesen egy darab háromszöget, innentől kezdve nem lesz nagyon nehéz a feladat, tudjuk, hogy 360 fok a kör, a 360-at elosztjuk 6-tal, az 60, tehát ez azt jelenti, hogy a háromszög megrajzolása után el kell fordulni 60 fokot. Hát, hogy jobbra vagy balra, ezt kipróbálhatjuk, hogy melyik lesz a jobb, és mindezt 6-szor kell megismételni, hiszen 6 darab háromszöget rajzolunk. És készen is van. A negyedik feladat ehhez hasonló, csak most a háromszögek nem körben vannak, hanem egy vonalban vannak elhelyezve, tehát ezt a programot is könnyen meg fogjátok tudni csinálni. Az ötödik feladat szintén háromszögek rajzolása, csak most hát számoljuk meg, hogy hány, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 darab háromszöget kell rajzolni, itt majd az elfordulás szögén kell elgondolkozni. Tehát ez a 11-es lecke, csináljátok végig az összes feladatot. A 12-es leckében
a farmert kell majd mozgatnunk, és itt nem az egymásba ágyazott ciklusok a lényeg, hanem feltételes ciklusokkal fogunk foglalkozni, vagyis bizonyos esetekben kell valamilyen műveletet végrehajtani, de mindjárt meglátjuk. A farmer a lyukakat föltölteni tudja, a dombokat meg eltávolítani, tehát ez lesz a feladata, hogy ezt a lyukat most töltse föl. Hát előre lépünk, és két darab feltöltéssel föl tudjuk tölteni. Hát lehetne ezt ciklusba is tenni, de nem érdemes, mert ez így is két blokkból áll, meg így is két blokkból áll, tehát ezzel nem nyerünk igazából semmit, de hát ha már ciklusokkal foglalkozunk, akkor próbáljuk így. És készen is vagyunk, mehetünk a további feladatra. Itt most már 5 darab dombot kell eltávolítanunk, kupacot eltávolítani, tehát itt most már biztos, hogy ciklust kell használnunk. Előre lépünk, és megismételjük 5 alkalommal, hogy távolítsa el. Ez meg is történt. És most nem tudjuk előre, hogy hányszor kell végrehajtani, illetve hát az a helyzet, hogy tudjuk, mert oda van írva, de nem tudjuk előre leprogramozni, mert az már túl sok blokkot igényelne. Tehát igazából most elvisszük egyrészt ide a dombhoz, majd utána elvisszük a lyukhoz. Ezt próbáljuk most beprogramozni, tehát 3 lépés lesz előre. És aztán el kell fordulni a balra, és utána megint 3 lépést kell tennie előre. Tehát ezt akkor 2-szer fogja megismételni. Most biztos, hogy nem fogja felszedni a dombot és föltölteni a lyukat, de nézzük meg, hogy elmegy-e a megfelelő helyre. És igen, ezt a feladatot végrehajtotta, csak még nem töltötte föl a dolgokat. És amikor előre ment 3-szor, akkor amíg van halom, addig távolítsa el, és forduljon balra, és amíg van lyuk, addig töltse föl. Na most igazából ezt a 3-as előrelépést is csinálhattuk volna úgy, hogy amíg van út előre, addig lépjen előre, és akkor így meg tudjuk azt is oldani, hogy különböző hosszúságú utakra is alkalmas lesz ugyanez a ciklus. 9 blokkot használtunk föl. Nézzük meg, hogy ez jól végzi-e a dolgát. Figyeli, hogy van-e út előre, és előre lép. Most már nincs, tehát összeszedi a halmot. Mivel lyuk ott nem volt, ott azzal nem foglalkozik. Itt halom nincs, csak lyuk. Ezért elvégezte a feladatot. Nézzük meg azért még egyszer, hogy mit is műveltünk itt. Tehát előre megy, amíg van út. Majd figyeli, hogy van-e ott halom, és eltávolítja, természetesen ezt 4-szer fogja megcsinálni. Azt is megnézni, hogy van-e ott lyuk, de mivel nincs lyuk, ezért ezt a ciklust már egyáltalán nem fogja tovább végrehajtani, hanem megy a következő lépésre, forduljon balra, elfordul balra, és megismétli még egyszer az egészet. Elmegy ide a végére, majd megnézi, hogy van-e ott halom, de nincsen, ezért nem távolítja el, viszont van lyuk, és azt eltávolítja. Úgyhogy ennyi volt a feladatunk, ezt végre is hajtottuk. A következőben ilyen lépcsős módon kell eljutni, aztán lesz még további ilyen lépcsős feladat is. Itt már 2 lyukat kell feltölteni, és nem tudjuk előre, hogy hány elemből áll, tehát föl kell használni ezeket a feltételes ciklusokat. Ezt a sorozatot is csináld végig a 9. feladatig.
A 13-as leckében ismét egymásba ágyazott ciklusokat fogunk használni, most a méhecskét fogjuk felhasználni a tanulásban. Tehát összes nektárt össze kell gyűjteni ciklussal. Nyilván 5 ilyen virágot kell majd összeszednünk, tehát ismételd meg 5-ször azt, hogy előrelépsz és gyűjts nektárt. Ez egy nagyon egyszerű program. És mehetünk is tovább. Itt pedig már egymásba kell ágyaznunk ciklusokat, hiszen itt most már 3-3-3 nektárt kell gyűjteni, tehát 5-ször fog előrelépni a méhecskénk, és minden egyes körben, minden egyes előrelépés után 3 darab nektárgyűjtés következik. Ezzel is készen vagyunk. Itt pedig már majd el is kell fordulni. Nézzük meg, hogy mit csinál a megkapott programunk. Egy oldalnyit ebből az U alakból, egy oldalnyit összegyűjt, és még el is fordul. Tehát nagyon egyszerű, ezt egyszer, kétszer, összesen 3-szor kell végrehajtani, tehát beletesszük egy ciklus belsejébe, és 3-szor megcsináltatjuk vele. És készen is van. A következő feladatok ehhez hasonlítanak, ezt is végezzétek el végig az utolsó feladatig a 13-as leckét.